Szeretett testvéreim, olvasom az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének 13. versétől a 22. versig terjedő szakaszt. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között, mit tegyünk ezekkel az emberekkel. Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében, egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik: igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, aki a gyógyításnak ez a csodája történt. Testvéreim, milyen különbség van Péter és János és a nagy tanács viselkedése között. Péter és János nyíltan, bátran szólnak, ott van a meggyógyult ember is, nincs rejtegetni valójuk. A tanács pedig zavarban van. Mit is tegyünk? Hogy kezeljük? Kiküldik őket? Tanakodnak? Nem azt olvassuk, hogy azt mondja a főpap, hogy most, atyám fiai, imádkozzunk, hogy Istenünk, mit tegyünk, mi a te akaratod? Ezt egyszer se olvassuk Jézus perénél se, hogy összejött a nagy tanács imádkozni. Hát ez is már valamiről beszél, hogy itt Jézus elítélésénél is, itt is tanakodnak, hogy lehetne valahogy, és hát sumák módon is, hát lefizetik Júdást, meg jaj, de ne a nép előtt, meg hogy csináljuk titokban, és megegyeznek, hogy meg kell fenyegetnünk őket. Na, aztán nagyot döntött a tanács, és behivatják: ne szóljatok ennek a Jézusnak a nevében többet, rátok parancsolunk. Péter és János azt mondja, hát igaz dolog-e, hogy inkább nektek engedjünk, mint az Istennek? Hát nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat nem mondjuk el, és hát fenyegetik. Nem tudnak mit kezdeni velük, mert ott van a nép, akik dicsőítik az Istent, és akik hát védik is ezeket az embereket, hát hogy nyúlhatnának hozzá, nem mernek újat húzni a néppel. Értjük, hogy milyen az ember tanácsa, az ember okossága, ezek a nagy tanács tagjai ilyen össze-vissza beszélnek, és nem tudnak mit kezdeni, mert hát az életet akarják lokalizálni, amit említettem is, hogy hát Jézus halálakor is, temetése után,
őrizzük a sírt. Nem megy, azóta sem megy, testvéreim, mert azt kellene kérdezniük, hogy mit szól az Isten ahhoz, amit teszünk. És minden lelki pásztornak is, minden gyülekezetnek is, minden egyházi vezetőnek is, minden fórumon ezt kell kérdeznie, egyénileg is imában, közösségben is együtt tanakodva, hogy mit szól ehhez Isten? Úr Jézus, a te nevedben mit cselekedjünk, hogy oldjuk meg a kérdéseket? És ez egyáltalán nem valamiféle egyességi irányzat kérdése, ezek minimális alapkérdések. Hát ennélkül Jézus egyházában munkálkodni, testvéreim, pedig nem jellemző, nem ez az uralkodó. Persze, hogy vannak gyülekezetek, vannak lelkipásztorok, és hiszem, hogy nem is kevesen. És küzdünk, harcolunk, tanakodunk, de ha ez az uralkodó, és hát nézzétek meg, hogy a sátán mennyire dolgozik azon, hogy ne hangozzon Jézus neve. Most halljuk azt, hogy az Európai Unióban valaki ilyen próbálkozásszerűen bevetette, hogy Mária és József nevét is meg kell váltani, karácsonyt, akkor a keresztet, akkor a kereszt névből a kereszt szót ki kell venni. Megőrültek emberek. Most mit bánt ez? Mit bánt? Hát próbálná a Mohamed nevét megváltoztatni, vagy próbálnának valamit csinálni az iszlám híveivel, majd megtudnák, hogy milyen reakció lesz, úgy, ahogy volt a francia újságírókkal. Hát egyszer lefejezték őket, nekik mentek. Hát ide jutunk.